Köszöntök mindenkit! Ez az a pillanat, ez az a tér, ahol úgy érzem, hogy nem nagyon kellene szólnom semmit. Már az itteni jelenlétünk, ahogy összegyűltünk, ahogy a figyelmünk összeállt, ahogy a tudatok kapcsolódnak, ez már elégséges, hogy a tan lényegét tapasztald. Viszont nem töltünk ma este együtt elég időt ahhoz, sőt, még a honlapinak folyamán sem, hogy ennek a lényege mindenki számára nyilvánvalóvá és tapasztalhatóvá válik. Ezért egy sokkal tökéletlenebb módszerhez kell folyamodnom, ez pedig az, hogy megszólalok. Sőt, arra lelkesítek majd mindenkit, hogy a kérdésével járuljon hozzá ehhez a megszólaláshoz. Az ennek négy alapelve van: nem támaszkodás az írásokra, közvetlenül az ember tudatára való irányulás, a felébredés egyenlő igazi önvalónk tapasztalatával és tudattól tudatig közvetlen átadás. Ahol ez a négy elv átültetődik a gyakorlatba, ott beszélhetünk zenről, elmélyedésről, egyévállásról, kiegészülésről, letisztulásról, felébredésről. Ez mind a zennek, szanszkítul gyána, az értelme. Ahol ez a négy alapelv elmélet marad, és nem megy át a gyakorlatba, ott nincs szó tapasztalásról, csak valamiféle gondolat, dogmatika és izmus ismétléséről. Mi a feladat? Realizáljuk, hogy milyen helyzetben vagyunk, mi beszülettünk, mi a dolgunk, fejezzük be azt, amit elvállaltunk, és menjünk tovább. Amennyire egyszerűnek hangzik, Olyannyira nehéz néha, hogy a saját berögződöttségeinket, fixa ideáinkat, ragaszkodásainkat, hamis azonosulásainkat, illúzióinkat le tudjuk győzni. Senki más nem áll az utadba, csak saját magad. Ha ezt az önképet eltakarítod az útból, akkor az önvaló tapasztalata előbb-utóbb nyilvánvalóvá válik és az egy évvállás letisztulás útján tudsz segíteni ennek a világnak, az összes érző és magadnak egyformán. Nagyon kevés tudásra van szükség, és azt is csak úgy gyakorold, hogy a tapasztalaton átszűrve. Nem kell tízezer könyvet elolvasni. Találj rá arra a hagyományra, ahol a tanító, tanítás és tanítványi közösség hármassága megadja neked azt a bizalmat, hitet és gyakorlási lehetőséget, amely ahhoz kell, hogy autentikus, tiszta tapasztalás birtokába juss. Ami kell bennünk, ami kell belőlünk, ami kell számunkra, az már megvan. Itt figyel bennetek, itt hallgat, gondolkodik, érez, és ezen kívül másra már nincs is szükség. De tapasztaljuk-e ezt tisztán? Ráébredünk-e? Miénk lesz-e? Ettől függ az, hogy spirituálisan, autonómakká, önállóvá válunk-e vagy sem. Ha nem, akkor mindig valamiféle ideológia, gondolkodásmód és külsődlegesség fog minket az uralma alatt tartani, mert nem ébredtünk föl, mert nem váltunk önállóvá, mert nem tapasztaltuk igazi önvalónkat, igaz természetünket. Ha pedig tapasztaltuk, akkor a helyes használata a fontos. Ne tartsd meg magadnak, ne zárd be semmiféle dobozba, ne tégy rá feliratot, mert hogyha ezt megtennéd, akkor elválasztod magad az élő tiszta darmától. Mi hát a feladat? Helyesen ismert föl azt a helyzetet, amiben vagyunk, mi emberek. Teremtsünk kapcsolatot helyesen egymással és a világgal, és cselekedjünk, beszéljünk, gondolkodjunk és érezzünk helyesen. Mi a helyes? Az, ami egy problémát úgy old meg, hogy nem termeli újra. Az, amely a szenvedést feloldja, és a boldogságnak és az örömnek teret ad az, amitől ráébredünk egy mélyebb, tisztább valóságra, és nem pedig újabb illúziókat teremt. De ezt a helyeset kívülről tanulni eredeti természetében nem lehet, ahogy a megvilágosodás sem kaphatod meg kívülről. A történelemben nagyon sok paradigmaváltás volt, de a legnagyobb az, amikor egy ember legyen a sákjamoni budha, vagy a pátriárkák tömkelege, vagy a gyakorlók milliói az energiát befelé fordítják, és megkérdezik, mi ez? Ki vagyok én? Mi az, ami bennem azt mondja, hogy én? Mi lát a szememmel? Mi hall a fülemmel? Mi az, ami a szívet dobogtatja, és a gondolatokat kergeti egymás után? Amikor az energia befelé fordul, és a kérdést befelé irányítod, akkor szűnsz meg kivetíteni, panaszkodni, másra fogni a saját problémáidat, vagy kívülről várni a csodát. Nincs csoda. Magunk lehetünk azok, hogyha megfelelő mennyiségű munkát befektetünk a megfelelő irányba, a megfelelő tevékenységbe. Szunkszenzem Mester tanító költeménye úgy szól: üres kézzel jössz, üres kézzel távozol. Ilyen az ember. Honnan jöttünk, mikor megszülettünk? Hová megyünk, mikor meghalunk? Az élet olyan, mint az égen összeálló felhő, amelyik épp megjelenik. A halál olyan, mint az égen szétoszló felhő, amelyik épp eltűnik. Az égen szálló felhő eredetileg nem létezik. Élet és halál, jövés és menés éppen ilyenek. De van valami, ami mindig tiszta marad, ez egyszerű és tiszta, nem függ élettől és haláltól. Nos, mi ez, ami egyszerű és tiszta? Ezzel a kérdéssel, ezzel a tanító verssel szeretném befejezni a bevezetőt. Többre nincs szükség. Azt tapasztalom, hogy van az álombeli tudatom, az alá vagyok. Fölébredek, egy kicsit abban az átmeneti fázisban Összetudom kötni a kettőt, de amikor teljesen rátérek a hétköznapi tudatomra, akkor egyszerűen elfelejtem. Szerencsére. Igen. Az álom és az ébrenlét különböző. Hát igen. Takarítsuk meg magunkat az álmoktól minden reggel a meditáció szent vizével, és utána kezdjük el a nappali tendőinket, és nyugodtan felejtsük el azt, ami éjszaka történt. Még akkor is, ha az éjszakai álom gazdagabb, élettel telip több, mint a nappali tudatom? az állint, Persze. Tőle? Most gondold el. Egy gazdag, fantasztikus piaci vásárlás után a hátizsákodban 25 kiló válogatott gyümölcs van. De te úgy gondolod, hogy aznap futóedzést tartasz. Nem kéne letenni és úgy futni egy kört? Szóval dolgozzuk fel az álmainkat bátran. A meditáció tiszta éberségében. Nagyon sokféle álmunk van. Van a töltött káposztás, bikás kergetős álom, ugye? van az időbeosztásomat rendberakó rakó fél éber állapot, hogy mire fölérsz ugye az éber állapotba, addig az Android rendberakót mindent, ugye? A droid, ugye? Utána van egy csomó ilyen tudattisztító álom, hogy mi lett volna, ha, és az szépen képzetesen vége. szóval nagyon sokféle van. Ha összekarod egy picikét szedni, és praktikusan csoportosítani, hiszen tanító, annyiféle csoportosítás, az egyik a fizikai tisztulás álma, a másik a lelki tisztulás álma, és a harmadik az a fajta tudatosságot növelő vagy profétikus álom, amit egyszerűen tisztán, de nagyon gazdagon visszahozol az ébrenlét állapotába. Na, azt meg kell nézni. Többször is. Tehát rövid a klip, és rendkívül intenzív. Uh -huh. És nem a képanyag intenzív, hanganyag általában nincs hozzá, hanem az, ami mögötte van az összes olyan tudattalan tartalom, amitől az bejött. És hogyha arra nézel és ránézel egy szótlan belső kérdéssel, hogy mi ez, akkor felfedi magát és kinyitja önmagát, és hogyha többször végignézed, akkor az összes olyan tartalom kinyílik, amitől az neked akkor üzenet, sőt, tanítás. Ez olyan, mintha nem is te lennél mintha hogyha valami teljesen más forrásból jött volna, mint a mindennapjaidnak a kombinatív ugye, áloma, ugye anyaga. És ez az, amik fontosak és értékesek, ezek az úgynevezett sorsfordító álmok, mert hogyha tényleg meghallgatod az üzenetet belül, meglátod a jelentést belül, akkor önmagad tudod a sorsodat a kezedbe venni. Ilyenből nincs sok. Van úgy, hogy egy életben van kettő-három, és kész. Minél kevesebb korrekcióra szorul a sors, minél inkább az utadat járod, annál kevesebb ilyen álom van. Annál kevésbé kell beleszólni abba, amit csinálsz. Úgyhogy, ha aktívan gyakorlunk, hogyha meditációval, szellemi kultúrával foglalkozunk, akkor ezekre az álmokra előbb-utóbb nincsen szükség. De ha az ember úgy elbitangolna, és rossz útra tévedne, akkor először vagy a meditatív állapotban kap egy intuitív üzenetet, hogy nem így kéne. Most még szólok. Nehogy a faladja a másikat külső események formájában. Ha meditatív gyakorlat nincs, akkor az álom még fölszól, hogyha lelkileg, fizikailag nem gátolom le. De le lehet gátolni. Tehát nagyon sok érzékszervi ragaszkodás, szenvedélybetegség, lelki leszűkülés pontosan azért van, nehogy meglássam, amit a mély tudatom vagy a mélyebb ugye, szellemi üzenetem hordoz. Nehogy meglássam, mert akkor meg kellene változnom. Nem tarthatnám a saját komfortzónámat. Önképemet. Eddig jól bevált önsorsontásomat. Ha meglátom, akkor ez kényszerítő erő, mert a tapasztalatomat senki és semmi nem veheti el. Az az enyém. Ez az imperatívus. Ezért szoktunk menekülni előle. Viszont ha az ember kellő alázattal Kellő önzetlenséggel, kellő alkalmazkodással meglátja és feldolgozza ezeket, akkor előbb-utóbb meglátja, hogy miért született, mi az útja, mi a helyes döntés ahhoz, hogy ezt az inkarnációt beteljesítse maga és mások számára egyaránt. A visszatérő van, amik ugye rendszeresen ismétlődnek ugyanabban a témában. Megoldatlan házi feladat. Igen. Köszönöm. Itt van egy nagyon kedves gyermek, a Vilmos, nem tudom, hogy hol van. Itt van a Vilmos? A Vilmos kint játszik. Kint játszik. Csodában. Igen. Szeretném, Szeretném volna megkérni téged, hogy, hogy mondja neki, mi az, vagy ki az, hogy butha. De Vilmos most erre kíváncsi? Láthatóan Én nem, mert oda kíváncsi. játszik. Igen. Akkor ne Vilmosban hogy van te gondolkodjál. Hogyan... Magadban. Ez nem a Vilmos kérdése, lelkem. Ez a te kérdésed. Én tanítok a suliban olyan buddhista, hites erkölcs és sokszor felmerül ez a kérdés a gyerekek oldaláról, és kíváncsi lettem volna, hogy te hogyan adod elő ezt. Na most merüljön fel a te oldaladról, jó? <laughs> Gyerek, az boldog, odakint játszik, hittem, nincsen problémája. Így? Nincs, nincsen problémája, nyugodtan kérdezz, amit te akarsz. Mondja csak. Hát ezt akartam volna most. Elmondhatod, hogy a buthának van egy személye, és van egy hagyománya. A hagyománya az az éber tiszta tudat, ezt nem mondod el, ezt eljátszatod velük, és a buddha személyről pedig mondhatsz annyi tündérmesét, amennyi a korcsoportnak kell. De másodikosnak, egyetlen alsó tagozatosnak nem magyarázzuk a buddhát, hanem megfelelő drámapedagógia, játék, egyebek, és úgy tapasztaljon. Tehát tapasztalat lesz először, és csak utána lesz tudás. Mert így átmegy a feje fölött, véleményt alkot róla, teljesen felesleges. Buddhizmust, zent és meditációt bizonyos érettség után fogunk tanítani. Akkor is csak úgy, hogy van rá érdeklődés. Egyébként add meg neki a kellő neveltetést, ad meg neki a kellő képességfejlesztést, a megfelelő iskolai végzettséget és a többi, és tanítsd látni, akkor tanítod a buddhizmus neki, ha látni tanítod. Hogyha összegző, szintetizáló, bölcsességre hajlamos gondolkodást és együttérző érzelmi hozzáállást fejlesztesz ki benne. Tehát a buddhizmus működését tanítsuk, és ne a miben létét. Annyira el vagyunk foglalva a használati utasítással, hogy elvész az eszköz. Tehát a buddha tudatát ad át cselekvésben, beszédben, érzelemben és gondolkodásban, mert instrumentálisan tanulunk sokkal inkább, mint kognitíve. Példából tanulunk, és nem példabeszédből. Ez kell a gyereknek, és játszani, cselekedni, közösségben lenni, a kérdéseire válaszolni. És a kérdéseire olyan szinten válaszolni, hogy az neki ott alkalmas legyen. Tehát nem kell nekik sokat magyarázni, a figyelmüket kb. 5 másodpercig tudod lekötni egy ilyen intellektuális magyarázattal. 10. Na, akkor azt a 10 másodperces időablakot használt ki. És hogyha az megvan, akkor bevittél valamit. Teljesen mindegy, hogy mit, mert később évente fölül kell írni újabb és újabb tanítással. Akkor az legyen korrekt. És kész. Aztán jön a következő. De nézd meg, hogy a gyereknek valójában mire van szüksége. Valójában honnan jön a kérdése és azt válaszold meg. Arra a szükségre mondj valamit. Én most, mint Vilmos a szülőjel, de mint általában szülő kérdezném, hogy, hogy ezen gondolkodtam, hogy mit tegyek föl neked, és a neveléssel, illetve hát a, a, szülő, illetve a gyermek kapcsolatával összefüggésben szeretném a kérdést valahogy megfogalmazni, hogy, hogy de tulajdonképpen meg is válaszoltad, mint a tanító és a gyermek kapcsolata című válaszoddal, de lehet, hogy ugye nyilván a szülő meg a gyermek kapcsolata mélyebb. Tehát, hogy mégis, hogy hogy álljak a gyermekemhez? Mert ugye, ha azt mondom, hogy a gyermekem, az már birtokos jelző, hogy az enyém, de közben nem az enyém, mert őt is kaptam, sőt, ő választott engem. Tehát, hogy mégis milyen viszony, vagy hogyan nézzek rá, vagy, vagy milyen feladaton van nekem ő vele kapcsolatban? Mert ugye ő választott. A birtok viszony teljesen természetes. Hát, benned kelt életre. Te hoztad a világra. Kis segítsége ugyan, de hát az azért. Tehát. Amikor a birtokviszony anya és gyermek között föláll, az egy nagyon-nagyon fontos, szent és nélkülözhetetlen fázis az ember életének. De ahogy az idő halad, ahogy a gyermek nő, ahogy tudatosodik, ahogy az autonó, autonómiáját követeli és meg is kapja, úgy ez a birtokviszony tágul, 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 és el is fog tűnni. Ez a legnehezebb. Nem az, hogy beállítom egy értékre, hanem az, hogy ez az érték változik, és mindig is változni fog. Tehát nélkülözhetetlen az a pillanata, hogy az anya ránéz az újszülőtre, hogy a karjába veszi először. De húsz év múlva nem ez lesz. Húsz év múlva el kell engedni, és el kell viselni, hogy hazahozza az első barátnőjét. Tehát, ilyenkor nézni kell, hogy a gyereknek mennyi birtoklásra van szüksége. Tehát, hogyha egy pár hónapos csecsemőt valaki ott hogy az utcán, azért börtönbe zárják. Hogyha valaki 25 évesen nem engedi el a gyermekét, akkor az óriási íba. Úgyhogy meg kell nézni, mennyi birtoklásra van szükség, mennyi kontrollra van szükség, mennyi tanításra van szükség egy adott pillanatban. És amíg a gyerek fizikailag függ, tehát nagyjából az első hét év, addig ez nagyon egyértelmű. Etetni, ittatni, pelenkázni, fölkelni, lefeküdni. Nagyon nagy meditációs gyakorlat ez. Erőnlétet, tisztaságot, türelmet, együttérzést, bölcsességet kívánó fantasztikus gyakorlat ez. Nagyjából az első év a legnehezebb, aztán a második kettő egy kicsit könnyebb, és három év után ugye már egy picit kijebb nyílik a legyező, és több feladat van, akkor kommunikáció, egyebek, stb. 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 7-től 14-ig, az a 7 év, az nagyon érdekes, mert ugye a mostani gyorsuló világban ugye a szakasz közepén olyan 10 körül olyan prepubertás van, mint a szél. Mm -hmm. És nem csak, hogy a dackorszak előszele, hanem iszonyatos sebessége, mint a vihar eljön az, hogy én, 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 én. Én és én a négyzeten. És akkor kell egyrészt a kérdéseket helyesen megválaszolni, és kellő érzelmi intelligenciával viszonyulnihez az egészhez, de ehhez olyan erős center kell, mint egy buthának és egy bóthiszatvának. Miért? A gyerek nem csak azért született hozzád, hogy pusztán felnevelkedjen, hanem azért, mert a karmádnak az összes gyenge pontját meg fogja ütni, amíg ez a folyamat zajlik. És ez az, amikor a szülőnél a kétségbeesve kisírt szemmel borul a párjának a vállára, hogy ez hogy volt lehetséges, hogy ez a lény, akit szeretünk és nevelünk, hozzánk született, és nem tudja, hogy mit csinál, de úgy a lelket begázolt, hogy nincs az a, nincs az a teherauta, amely úgy elüti a macskát. Tehát elképesztő, hogy egy ilyen primér kapcsolat, mint anya és gyerek, vagy apa és gyerek, az ezt tegyük hozzá, hogy ez milyen karmákat hoz elő belőlünk. Hogy hogyan ki tud minket forgatni egy pillanatban, és hogyan helyre tud tenni egy másik pillanatban. Úgyhogy itt kell az, hogy egy benső szellemi gyereket is nevelni kell. Általában kívülről szoktuk a visszacsatolásokat kapni. De mi lenne, ha mentálisan azt a benső buthát, azt az igazi, tiszta természetet, azt egy picit nevelgetnénk, és akkor a külső gyerek is egy picit másképp viselkedne, legalábbis mi másképp tudnánk hozzá viszonyulni. És hogyha megváltozik a te hozzáállásod, megváltozik a gyerek is. Sőt, azért üt, hogy te változz. Üt érzelmileg, aztán később gondolatilag, fizikailag lehetőleg ne, de a lényeg az, hogy nagyon rossz családi viszonyok között még az is sajnos előfordul, nézzünk ezzel szembe. Tehát a karma gyenge pontját mind az anya, mind az apa esetében a gyerek megtalálja. Az anyánál főleg érzelmileg, az apánál főleg értelmileg. Tehát az apa egy idő után nem tud a gyerek kérdéseire megfelelő választ adni. Miért? Mert magában soha nem tisztázta le. Édesanyja pedig nem gondolja azt, hogy érzelmileg olyan helyzetbe kerülhet, hogy cselekvésképtelen. Hogy nem tudja a gyermek érzelmi feldolgozni. És ekkor kell esténként úgy magunktól időt kérni, gyerek már lefeküdt, csak egy picit magunkban nézzünk, befelé fordítod az energiát, letisztul a figyelmed, és megkérdezed, hogy mi ez. És engeded, hogy a tudat teret táguljon. Engeded, hogy az okozati viszonyok megmutassák magukat. Engeded, hogy pontosan lásd, hogy mi történt, és simítsd ki az érzelmi polaritásaidat annyira, hogy már ne akart, hogy igazad legyen, már ne akart, hogy te győz, már ne akart rögtön kézi vezérléssel megoldani a problémát. Nem enged, hogy a tükör megmutassa a tágabb környezetet. Rengeteg megoldatlanság, tudatalatti tartalom és egyebek fognak a felszíne kerülni, és utána természetszerűen a hiányzó darabok a helyükre csattannak, és megjelenik a megoldás és amikor mindenki boldog és minden harmonikus, akkor kell ezt a benső erőt felhalmozni, nem megvárni a válságot. És akkor már tudod, sőt elő tudod vételezni a közös karma miatt, hogy ez és ez történik, a gyerek így és így fog reagálni. Ez lehetséges. És akkor lehet preventív módon már megóvni bizonyos problémákat, megelőzni bajokat, és a többi, és a többi én tíz évvel ezelőtt voltam már egy előadásodon, és az álmokról és a megvalósulásukról szeretnék kérdezni tőled. Arra visszautalva, hogy... No csak. Meg szeretnéd valósítani az egyik álmodat? Hát akkor hajrá! Tedd meg! Az ember van egy ilyen fogalom, hogy csak tedd. Felveszed az irányt, Látod, hogy mit szeretnél, és lépésről, lépésre, vargabetűről, vargabetűre, váratlan következménytől, egyéptől nem zavartatva, azt az irányt, amiben okod van hinni, azt követed, és megvalósítod az álmot. El kell viselni azt, hogy a valóság átformálja a megjelenését, még esetleg a működését is, de az eredeti céltól nem térünk el. Ha ezt nem viseljük el, akkor az ideáink között fogunk darabokra törni, de az ideáink, az álmaink soha nem abban a formában valósulnak meg, mint ahogy ezt megálmodtuk. Ha ezzel nem tudunk szembenézni, akkor még több gyakorlat kell belül, mert ha nem, akkor még inkább frusztrálódunk kívül. És ez már nem csak a mi bajunk, hanem a körülöttünk élőknek is probléma, hiszen ezt az irritációt, frusztrációt, elégtelenségérzést átvisszük a környezetünkre. Mert az álmaink nem következnek be, de igen, csak dolgozni kell velük, tudni kell változni, tudni kell alkalmazkodni, az eredeti célt nem szemelől téveszteni, egy csomó zavaró hatást kiszűrni, rengeteget adni, és nem ringatni magunkat a helytelen önfeláldozás illúziójában. Tehát ne legyünk a megvalósítás során sem áldozatok, sem elkövetők. Ez nagyon fontos. és a legfontosabb talán, hogy ne magadért valósítsd meg. Bár te álmodtad meg, de ne magadért valósítsd meg. És akkor kinyílik, akkor olyan lesz, mint ez a tér, mindenkit magában foglal, és rendkívül ékes a csendje, és akkor valami elindul, amiről sem álmodni nem lehet, sem gondolkodni nem lehet, mégis minnyájunk ki. Köszönöm szépen. Mi az a pont, amikor belekerülünk a karmakörforgásba. Mihelyt elkezdünk ragaszkodni, az anyomban belekeredünk. Mihelyt elkötelezzük magunkat, tudatosan vállalunk valakit vagy valamit. A kettő nem ugyanaz. Tehát ha képtelenek vagyunk kötődni, amikor kötődnünk kell, akkor nem vagyunk lojálisak, nem tudunk szeretni, nem tudunk megvalósítani és akkor ragaszkodunk egy idealizált szabadsághoz. Ha ragaszkodunk valakihez, valamihez, és elkezdünk kötődni és azonosulni úgy, hogy az már teher, hogy arra nincs szükség, akkor ugyanolyan problémát gyártunk le, csak az ellenkező irányban. Ezt most bemutatom. Itt ez a bot. Ezt szeretjük, ugye? Szeretjük ezt a botot. Ha annyira szeretjük, hogy én állandóan a kezembe akarom fogni, emberi kapcsolatok, tessék, állandóan és állandóan abszolutizálom, idealizálom, vele akarok lenni, azonosulok vele, kapcsolatfüggő leszek, stb. stb. Akkor, amikor váltanom kéne, és esetleg egy pohár vizet szeretnék én, akkor nem tudok. Tehát meg kell tanulnom elengedni. És akkor elengedek azért, hogy ihassam. Csak akkor iszom. Az elengedés során megtapasztalom a szabadságot. A szabadság ez egy fantasztikus dolog. De hogyha elkezdek ragaszkodni a szabadságomhoz, ugyanolyan problémát gyártok le. Meg szeretném fogni a botot új fent, de ragaszkodom a szabadsághoz. Nem tudom megfogni. Nézd meg! Csak az üres tenyeret szeretem, mert a szabadságban lettem szerelmes szenvedélybetegség megalománia, narcizmus, mániákus depresszió, tessék továbbvéni jó? Mindig, amikor egy ideálképbe leszek szerelmes, akkor ezek lesznek a különböző kifutások. Tehát kötődni képtelen, kapcsolatteremtésre képtelen, elkötelezésre képtelen, és így megvalósításra képtelen, mert ragaszkodik a szabadsághoz. Tehát, amikor a botot kell megfogni, akkor fogjam meg azt. Amikor a poharat kell megfogni, akkor fogjam meg azt. Most ezt a mindennapi élet vállalásaira és elkötelezettségeire lefordítandó, lásd az utad, lásd az irányt, és azokkal társulj, akikben bízol, és olyat tégy, amelyben okod van hinni. Tehát ez emberi és anyagi oldalon egyaránt biztosítja, hogy amikor kötődsz, akkor helyesen kötődsz, és amikor elengedsz, akkor helyesen engedsz el. Tehát az emberi kapcsolatainkat, a vállalásainkat, az elkötelezettségeinket, a szabadságunkat, azokat lássuk egy nagyobb kontextusban, egy életút részeként, amelyben mindannyian társak vagyunk. Ennek az irányát csak mi egyénileg szabhatjuk meg, mert az az egyéni felelősséget, hogy kit vállalsz el, és mit vállalsz el, és meddig viszed. Ha túl sokat vállaltál, tudatosan előbb-utóbb iszonyú fájdalmad lesz. Hogyha már elnyomtad, és már nem is akarsz róla tudni, és még mindig viszed, mint az igavonó, akkor nagyon-nagyon komoly alsó derékfájdalmad lesz. Tehát, ha már ezt nem merjük tudatosítani, levered magadon fizikailag, mert a lélek akkor is tudatosságra törekszik, ha te ezt a gondolkodásoddal, a félelmeiddel elnyomod. Tehát akkor leveri rajtad fizikailag azért, mert nem voltál hajlandó szembenézni a saját reakcióiddal, a következményekkel, magyarul nem voltál elég őszinte önmagadhoz. Akkor majd a betegség a fájdalom fog tanítani úgy ne keveredjünk bele, hogy menjünk egyenesen, úgy vállaljunk, hogy azt teljesítsük be, és úgy kössünk, hogy ez egy szabad választás eredménye. Sok emberrel sok véleményt hallottam már arról, hogy mennyire determinált az életünk. Tehát mennyi ebből a isteni terv, és mennyi ebből az, amit a szabad akaratunkban rendezhetünk. Mi lenne, hogyha egy azt mondom, hogy előre megírt sorskönyvet, ezt nem személyesíteném, vagy istenesíteném, egy sorskönyvet, a szabad akaratot termékének fognál föl, és nem különítenéd el a kettőt. Ezt nagyon-nagyon szeretjük elkülöníteni, hogy vagyok én a szabad akaratommal, és van valami, ami isteni terv, sors, életek egymásra következő halmaza, és hogy a kettő hogyan viszonyul egymáshoz. Nézd meg! Ez onnan áll föl, hogy ezt a kettőt elkülöníted. Mi lenne, hogyha a szabad akaratod működésének és ezen működés eredményének, az eredmények fölhalmozódásának tudnád be ezt az egészet? Tehát sugok, ez az egész világ a tudattalanunk. A tudatos személyiséged az ott igyekszik trónolni rajta. Az, hogy szabad akarat, és az, hogy sors, isteni terv, nevezzük bárminek, ez nem kettő, ezt mi csináljuk. Tehát az önképünk és az önvalón közötti különbség adja ezeket a kettősségeket. Tehát ez nem kettő, csak egy szűk kör, meg egy nagyon tág sugarú Ennyi az egész. Megnézed, hogy az akaratot hogyan működik fél órás, fél életnyi és fél világ korszaknyi távon. Ezt most egy bumeránk hasonlattal szeretném szemléltetni. Szabad akaratodból elhajtasz egy bumerángot, amely körülbelül 10 másodperc múlva visszaér hozzád. Látod, hogy te csináltad, látod a körpályát, ami az körbe megy, és elkaptad. Eldobod úgy, hogy egy percig repül. Szuper bumeránk. Repül, 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 egy-két fát megkerül, egy pár másodpercig nem látod. De akkor is tudod, hogy azt te dobtad el, visszajön hozzád, elkapod. A következő bumeráng megy egy hétig. De mivel vasárnap dobtad el, és vasárnap érkezik vissza hozzád, ezért a szokás hatalma miatt, hogy a vasárnap az a dobó nap, emlékszel rá, hogy akkor indítottad, tehát akkor is kapod el. A következő bumeráng az egy hónapig megy megkerüli az egész földet, nem látod, de mégis akárhova mozdulsz, ez a bumeránk hozzád ér vissza, és bár esetleg el is felejtetted, elkapod, és rajta van a neved. A következő bumeráng megy egy egész életen keresztül. Gyerekkorodban eldobtad, öregkorodban szembeüt, és mivel ismerős az alakja és a színe, és rajta van a gyermekkori kezed lenyomata, ezért látod, hogy ez a karma is visszaért hozzád. A következő bumerán két életen keresztül repül, és fogalma sincs, hogy miért ütött meg. És hogyha nem látod ezt a körpályát, akkor azt hiszed, hogy ez valahonnan máshonnan jött. Hogy csak úgy az égből potyant, vagy a isteni rendelés, vagy valami végzet, vagy valami egyebek. Pedig ha jobban megvizsgálod a bumerángot, ugyanúgy rajta van az új lenyomatod, a neved, a színválasztás, az alakformálás, minden ott van. Miért? Mert hozzád jött vissza. Ha más hajította volna el, akkor az máshoz érkezik. Tehát ne tegyünk különbséget ilyen szinten a mi mostani individuális tudatunk szabad akarata és a hatalmas nagy világműködés között, mert akkor valamiféle tévútra csaljuk magunkat, és leválasztódunk a szabadság lehetőségéről, egyben a felelősségvállalásról is. Tehát nézzük meg, hogy a következménysíkon mik érnek el hozzánk. Kérdez rá, hogy az honnan jött. És hogyha belül rátalálsz annak a gyökerére, akkor fejet tudsz hajtani az univerzum működése előtt, ezt így hívják, hogy darma. A darma az a törvény, ami szerint ez az egész működik. Ez megismerhető. Az alapvető okozatiság szintjén, az emberi társadalom működésének a szintjén, azon a szinten, hogy ez az emberiség mit csinál ezen a bolygón, és az összes többi, ami ezen túl van. Tehát nem kettő, csak az egyik egy kicsi sugarú kör, a másik egy nagyon nagy sugarú kör. Oké? Okay? Egyéb kérdés? Nekem talán ezzel összefüggésben is van egy kérdésem, ami a... Szoktál beszélni az energia fajtáiról, amik bennünk lehetnek, és az eredeti... Néha elszólom magam. Borzasztó. Eredeti velünk született energiával kapcsolatban, hogy ez összefüggésben van akkor ezzel az eldobott bumeránggal, és hogy ezért van az, hogy van, aki kevesebb energiával, van, aki többel. Így van. Tehát az a vongi, az az eredeti energia, amit lehozol magaddal, az korábbi karma függvénye. És akkor akinek kevés van, az most akkor az, az elpazarolta az, az előző van, életében. És milyen lehetőség van ezeket újra termelni? Hát szedje össze magát! Szedje össze magát! Fizikailag, lelkileg, szellemileg jöjjön vissza ebbe a pillanatba, maradjon itt ebben a pillanatban, érkezzen meg erre a földre teljesen, és akkor amit nem verszét az egybe marad. De állandóan szétvágjuk magunkat különböző képzetekre, gondolatokra, érzelmekre, érzékszervi hatásokra, rohangálunk a különböző tapasztalatok után, Hogyha csak egy picikét nyugton maradnál, azok a tapasztalatok mind elérnének téged. Tehát mennyire vagyunk egyének, és mennyi, a felsőbb tudatunk az mennyire közös, vagy mindenkinek egyéni tudata van ott magasabb szinten is, hogy hogyan? Igen. Amit itt látsz fölül, ez a tudatos személyiség, ez az, ami magának az egyén címet gondolja, mm. összecsavarja, és itt szépen egy ilyen kis hurkával meghúzza. Ez az én. Ha nagyon meghúzta, akkor az összes többit elfelejti. Elfelejti az összes többit, aki szintén ugyanolyan hurkából áll fönt, mert csak ezt a részt látja, az egyiket és a másikat különbözőnek. Kiengeded mind a két hurkát, kisimul az anyag, és meglátod azt a lényeget, azt a nem név, nem forma, nem jövő, nem menő, nem születő, nem múló lényeget, amely minket igazán összeköt, sőt, ami az igazi nyersanyagunk. Erre a nyersanyagra szoktuk rátenni az individuum csavarját. És hogyha már egyéni testbe születünk, akkor legyünk felelősek, és vállaljuk el azt, hogy ezt a hurkot rákötöttük az élet kezdetén, és az élet végén leoldjuk. És ekkor vagyunk úgy, hogy tapasztaljuk meg azt, hogy mi van, ami ez alatt van, ami el van, azt már elég hamar tudomásul veszük. Én, én. Nincs -e semmi baj az énnel. Csak ne azt gondoljuk, hogy ott áll meg a tudomány hanem szépen növeljük a tapasztalat rádiuszát. Mind magunkban belül, lásd tudattalan tartalmak, egy picit leősz, egy picit fókuszálsz a pillanatra, az összes dinoszaurusz előugrik. Azon nyomban. Adj magadnak három naptól három hétig egy kis időt, belépsz egy ehhez hasonló tiszta térbe, azt olyan állatkert lesz, húhú. Utána pedig szépen ezeket kipucolod, integrálod a tapasztalatot a mindennap életbe, és akkor már helyesen működik ez a kis csomócska. Tehát nem létezik sejt hártya nélkül. Kell a sejt hártya. De hogyha nem lépünk túl a saját elképzeléseinken, akkor nem tudjuk meg, nem tapasztaljuk meg, hogy mi az, amiből vagyunk. Mi az, ami rajtunk túl van? Mi az, ami minket, mint embereket összeköt? Sőt, mi az, ami minket, embereket a világegyetem egészével összeköt? Mi az, ami közös bennünk? Na, ez az, amikor a túlságosan kötött gondolkodás, az felmondja a szolgálatot. Mert nem logikus, amit, amit, mondok. Egy olyasféle tapasztalattól függ, amely nem gondolati alapú. És hogyha ez a tapasztalás nincs meg, ha ez a gyönyörű, tükröző, tiszta tudat nincs meg, akkor igazából nincs transformatív, lényegi tapasztalás. Úgyhogy ezért tanítjuk a meditációt sokkal inkább, mint darma beszédek sorozatát. Minden darma beszédre jut legalább egy egynapi workshop utána. Ha a körülmények ezt nem teszik lehetővé, akkor egy egy délelőtnyi workshop utána. Vagy ideális esetben van úgy, hogy a 90 napos visszavonulásnál az első három hétben nem is kell darma beszéd. Mindenki tudja, hogy mit kell csinálni. És a darma beszéd gyakorlat nélkül értelmezhetetlen. Nem fogod helyesen felfogni akkor, hogyha a saját tapasztalatod tisztító mechanizmusán keresztül át nem engedted azt a tanítást. Tehát ezért mondta a legnagyobb nyugati bóthiszatvánk, hogy új bort új tömlőbe, új tanítást tiszta tudatba, mert hogyha ez nincs meg, akkor a régi én kép is, és a félreértett tanítás is összevész, és kész a káosz. A azt, már, azt már úgy értem, hogy a betegséget mi hozzuk létre, de hogy mi van az örökölt betegséggel? előző életbeli karma. Ennyi? Igen. Nem öröklöd a betegséget. Tehát olyan szülőkhöz születsz, ahol a karmád pontosan azt a genetikát kapja, amivel indulnia kell. Nincs örökölt betegség, hozod a hajlamot. Tehát nehogy már azt higgyük, hogy a DNS-ben van a lényeg információ, az egy ugyanolyan transmitter, mint a fizikumunk bármilyen más rétege. Az sem egy abszolút létező. Azt is valami kikeveri. Mi keveri ki? Milyen DNS kombináció az, ami ott, ugye a fogantatás hevében megvalósul a sejtek között? Azt is a te lehozott karmád dönti el. És nem öröklöd a betegségeket, hanem lehozod azt a karmát, ami a testedben azt megcsinálja. Anyuka és apuka csak a nyersanyagot adja. A hozzávalókat, de te vagy a szakács, te főzöd meg, te fűszerezed, stb. stb. Tehát a, a lélek csinálja ezt az egészet, és mi elképesztő adósságokat fizetünk így vissza, korábbiakat. És akkor végül is a nagyszülők vagy a szülők ugyanazt a problémát oldják meg? Nem, nincs ugyanolyan probléma. Csak hogy hát, hogy ugyanaz a betegségük. Igen, de egyénenként változó a manifestációja, a kezelése, a karmikus következménye. Nincs két ugyanolyan betegség. Tehát influenza és influenza között óriási különbségek vannak. És egyéb tünetcsoportok, mert azért betegség se nagyon van, csak valahogy el kell nevezni a tünetcsoportot, és akkor elnevezzük. Ugye, tehát ez a bot, ez egy jó név erre, de ez látszat. Ez az egész olyan atomok gyűjteménye, amelyek éppen olyan szokással bírnak, hogy fává álltak össze. Tehát ez a bot, ez helyes. Ha lemész egy picikét, ez a 10-23-on aprócska kis arányba, akkor ez nem szilárd. A betegség sem egy valami, hanem egy nagyon dinamikus összessége különböző testeknek és antitesteknek, lelki és fizikai együtthatóknak, és akkor látod az egészet. Hogyha belenézel, akkor azt is látod, hogy például egy autoimmun megbetegedést milyen bűntudatta hoztál létre. Ez csak egy aprócska visszacsatolás, ilyen vastag könyveket írnak erről. Tehát akik észrevették, hogy a test és lélek között milyen kapcsolat van, megpróbálták általánosítani azokat az ok és okozat kapcsolatokat, hogy mit tud, én, férfiaknál a túlzott aggodalom és létbizonytalanság gyomorfekély. Úgyhogy ezek párhuzam állíthatók, de a könyvek alapján te nem fogod ezt igazából felfedezni, hanem amikor sajnos ilyesféle tünetcsoportot tapasztalsz magadban, rá kell kérdezni, mi ez, honnan jön. És akkor az a része a következménysíknak, amely eddig önvédelmünkből, félelmünkből és egyéb hárító mechanizmusokból fakadóan nem volt látható, nem volt nyilvánvaló, most az lesz. Miért? Mert megfordult a tendencia, már nem akarod az önképedet védeni, már mersz látni, mert a betegség rákényszerített. És ezért van sajnos, mint utolsó fizikai sík, elképesztő tanítóértékelnek. Az én kérdésem is a betegséghez kapcsolódna. Én észrevettem magamon azt, hogy amikor ilyen energetikai dolgokkal foglalkozom, vagy pedig mondjuk, mint hogy idejövök, vagy bármi olyan helyre, ahol az energiákkal foglalkoznak én iszonyú szívritmus reagálok rá, és ez két éve olyan szinten főlerősödött, hogy próbálom én magamnak feltenni a kérdést, de a válasz még nem jött meg. Egy, Hogyha... tessék tantiembe levinni a fókuszt, és nem itt szívtájékon tartani, mert ki fogja verni a biztosítékot. Nem szeretném azt, hogy a, az infarktusos betegeknek a listáját gyarapítsad ezzel. Kettő, Igen. miféle megoldatlan érzelmi komplexusok vannak, ne nekem mondd el, magadnak mondd el. Tehát olyasféle érzelmi problémák, amelyek párkapcsolat, családi viszonyok és egyéb rendezetlenségek. És a kettő összefügg, de most megtöltöd a testet nagyobb energiával, az összes olyan központ, ahol ugye felhalmozódott elintézetlenségek vannak, az üvölt. Hát igen. Tehát akkor tessék szívesen mélyére nézni, és itt a mantra gyakorlat elképesztően fontos. Ezt nem fogod tudni csak úgy kiülni magadból, ezt ki kell énekelni magadból. És hogyha megfelelő mantra gyakorlatot folytatod, akkor ezek a problémák előbb-utóbb elkezdenek szépen kipucolódni. Ehhez kell a fizikai rész, tehát jó, hogyha meridiánok nyitottak, jó, hogyha egy egyszerű tantien fókuszú légzés van, és egy oda irányuló figyelem, de semmiféle külön technika, külön virga, ehhez nem kell. Tehát minél bonyolultabb, annál nagyobb a káosz. Tehát nem maceráljuk a karmánkat. Jó? Egy lépést hátra, visszatérsz a forrásba, mert a forrás az az enyész pont is nem különböző. És innentől kezdve tudsz hozzányúlni dinamikusan az egészhez, és nem csak úristen, mi történik velem. Agódom, tehát még jobban agódom, félek, tehát még jobban félek. És ez egy ilyen olyan, olyan negatív spirál, hogy utána valami, valami jeges fürdőke, hogy valamit elvonjon innen, mert borzasztó szét lehet benne robbanni, infarktus lehet kapni, szívritmuszavarokkal lehet élni nagyon sokáig, tehát tessék itt lefelé vinni az energiát, és visszatenni a tantienbe. És utána pedig megfelelő mantra gyakorlattal kitakarítani ezeket az érzelmi rezidúmokat, felhalmozott karmát, mely lerakódott, mint a guánó, keményen, vastagon. Most ebbe beleszúrod a kézzig, Óriási eső van, csak nem vízből. Jó? Jó hát köszönöm. óvatosan, óvatosan. Köszönöm. De folyamatosan. Oké? Okay? Köszönöm. Szívesen. Az előző témára szeretnék hozzászólni. A kisebbik lányom az autóimum betegnek lett címkézve, és elég korán, két éves korába jött ez, ez a dolog. Most az lenne a kérdésem, hogyha ez tényleg ilyen karmikus dolog amit ő hozott az előző életéből és ugye elkövetkezhet az életébe egy olyan tudati szint, amikor foglalkozhat vele ezzel a problémával a szülőnek a, a köztes időbe a szülő hogy tud részt venni a ebben a folyamatban, hogy segítse ezt elő, hogy előbbre, hogy a, a gyerek kikeveredjen ki belőle. Hát nézd, ha már két éves korban ez megmutatkozott, akkor ez neked már munkát ad a kezeltetés, orvos, és egyebek mindenki. szintjén. Igen. Igen, Egyelőre ez. csak ez. Tehát csak ez, és amikor a tudat odáig fejlődik, hogy kérdez, akkor a válaszokkal te már legyél kész. Tehát te legyél a legjobb doktor, nem a fiziológia szintjén, hiszen arra van a fehérköpenyes, egyetemet végzett, kalandvágyból itthon maradó, hősies, egészségügyi dolgozó. Arra van a külső doktor, hogy a fizikai részét kezelje. Te pedig a lelki részét lásd át. Egy, alap, nulladik kérdés, miért született hozzád? Tehát nézd meg azt a közös karmát, ami titeket összeköt. Mert abból, amit a gyermek közvetít feléd, abból az is következik, hogy mi az, amit lehozott és megoldatlan. Tehát nézd meg, ez a nulladik kérdés. Mi dolgunk egymással? Miért született hozzám? És onnantól kezdve látod, egyre jobban látod a karmikus gyökereket, amelyek ezt a betegséget okozhatták. De itt van egy nagyon kemény egyenlet. Amennyit látsz magadból, ugyanabban a mélységben fogod a gyereket is látni. Azért kell a belső munkát elvégezni, mert ha a saját tükrünket nem tisztítjuk le, és nem szerzünk mélységi látást magunkból, akkor azt a másikban sem tudjuk elérni. Na akkor tudod a gyereket jobban látni. Azt magadban ugyanúgy el kell érni. Ez az egyenlet. Úgyhogy akkor látod azt, hogy milyen lelki, karmikus, egyéb okok vezethettek ide, és akkor tudod segíteni, amikor már ő is elkezd tudatosodni, és elkezd rákérdezni, és a megfelelő irányba vezeted, de itt is van egy alapszabály. Nem okozol fájdalmat a válaszsal. Még ha te tudod, akkor sem. Vezesd oda el, hogy ő tapasztalja meg a választ a kérdésére. És ez a vezetés, ez a felkészítés, ez megerősíti annyira, hogy kibírja a tapasztalatot, kibírja a választ. Mert ha nem, akkor a kezébe adod, fájni fog, el fog idegenedni tőled, nem hallgat rád, extrém esetben gyűlöl. Tehát az együttérző és bölcs kapcsolat megtartásával vezesd a gyereket a tapasztalat útján oda, hogy ő maga lássa meg ennek az okát. És ezért kell nagyon jó terapeuta per doktor, hogy a gyerekben a bizalom megmaradjon és a gyógyulás vágy megmaradjon, mert a kettő itt együtt jár. Ha bízik, akkor szeret, és akkor meg akar gyógyulni. Ha nem bízik, nem szeret, magába zárul, nem akar gyógyulni. És láttam olyan esetet, hogy epileptikus rohamok indultak érzelmi önvédelmi mechanizmusból elemi első osztályában, tehát rögtön óvoda után, mire 16 éves lett a lény, elvesztette az. Alapvető verbális kommunikáció képességét, és a szülei mindenhova hordták, mindent megadtak neki, petőintézettől kezdve a legjobb terapokig, és mindenki akár csoport, akár egyéni alapon próbálta segíteni, azt mondta, ő nem akar gyógyulni. Tehát nem akar kijönni ebből az állapotból, mert magába zárta ez a fajta folyamat, és hogyha nem akar kijönni belőle, akkor senki nem szedi ki. Tehát ezért kell megtartani a bizalmat és a szeretetet, hogy ő maga kijöhessen belőle. Nagyon nagy feladat. Köszönöm. A karmáról szeretnék kérdezni. Én is. Te először. Szóval nem tudom, hogy, hogy ki az, aki hozza a karmát, hogy mely részünk hozza le, ugye így mondjuk, hogy hozzuk, hogy velünk, velünk születik a karmánk. A tapasztalom magam nem. a megcsomózott individumként, holott arra vágyom, hogy az egészet tapasztaljam, és megérkeztem egy olyan nem tudásba, ami, ami egy ilyen csapda lett most, hogy semmit nem értek az egészről, hogy Nagyon mely jó. születik újra. Nagyon jó! Most én kérdezek. Mi az, ami nem tudja? Tapasztalt, hogy mi az, ami nem tudja, mert ezt tudni nem lehet, mivel nem tudható. Ha tapasztalod ezt a nem tudhatót, akkor tapasztalod, hogy mi az, ami lehozta ezt az egészet. Nem a múltba kell visszamenni. Nem azt kell vizsgálni, hogy ez hogy született meg. Meglőnek egy nyillal, nem azt nézed, hogy honnan lőtték ki, milyen színű a nyíl, milyen tol van benne, milyen egyebek. Nem kihúzod a nyilat. Tehát most, ebben a pillanatban meg kell látni, hogy te még mindig milyen energiával tartod fönt ezeket a körülményeket. Hogyan teremted újra ezt a karmát pillanatról pillanatra? Mik az életpontok, és mik a halálpontok ebben a karmában? És akkor úgy, ahogy van, a helyes irányba tudod fordítani, én óvnék attól, hogy meg akart szüntetni fedezd föl, hogy hogy működhet az helyesen. Tehát most egy válsághelyzetet látok, ez a válsághelyzet értékes. Azért értékes, mert nem enged a szokott irányokba menni. Tudom, hogy fáj. Úgy átjön, hogy az könnyeket csalna a szemembe, csak most darma beszéd van, majd utána sírunk egyet együtt, jó? A válság az fog fölfelé tolni, ha engeded. És most már meghallottam tőled azt, hogy nem tudod, és tanástalan vagy, tehetetlen vagy. Igen, most kell tapasztalni azt, hogy mi az, ami ezt nem tudja. Hogy valójában mi vagyok én. A válságokban bomlik az önkép, és borul az egoitásnak a lavórja. Tehát ezt kell felhasználni. Ezt kell egy mélyebb tapasztalásig elvinni. Ezt kell az igazi alázattal elismerni, hogy ez történik velem, és én hoztam létre, de már azt se tudom, hogy mi ez az én. És ebben a nem tudhatóban megmaradni. Bátorsággal, jelenléttel, mozdíthatatlansággal, és így félelem nélkül. Maradj meg ebben, és be fog jönni a megoldás. De csak úgy, hogyha nem nyúlsz ki értekézzel, ha nem gyártod le újra az ént, ha nem teremted újra a szenvedést, hogyha nem a megszokott mintákat követed, melyek úgy tűnik nagyrészt működésképtelenek. Tehát ekkor kell megmaradni a tiszta, nem mozduló tudat állapotában, a tiszta, tükörszerű tudatosságban, és be fognak jönni a hiányzó darabok, és el fognak múlni a felesleges darabok. Jó? Egy pillanatra már érintetted a mániákus depressziót, erről szeretnék többet hallani a lelki okairól, és hogy milyen úton, módon lehet ezt meggyógyítani, vagy ki. Kilépni ebből? Ezek szélsőségek. A szélsőségekre szakadt tudat kényszermozgása. Nem vagyok terapeuta, nem vagyok orvos, tehát nem tudom azt a gyógyítási folyamatot felvázolni, amely a pszichológusok, pszichiáterek és egyéb doktorok asztala. Nem is célom. Egy viszont biztos, a tüneteket csökkenteni kell, hogyha nem hagynak alába tünetek, nem tud a tudat visszatérni egy középutas, kiegyensúlyozott, jelenlétre alapozódó terápiához. Az a szomorú tény, több évnyi tapasztalat alapján mondom, hogy aki már gyógyszeres kúrán van, tehát pszichoaktív antidepresszánsokat, nyugtatókat és egyebeket szed, annak közvetlenül a meditációs praxis nem tanítható. Ugyanis ezeket a szélsőségeket a doktor és a gyógyszergyár együtt egy kémiai küszöb közé szorítja. Van egy felső küszöb és egy alsó küszöb. Ezeket kémiailag definiálják a gyógyszerek. A lélek nem tud ezek közül kitörni, mert ha kitörne, sérülne. Ezért ment doktorhoz. Viszont a meditáció pont ezeket a küszöböket nyitja ki. Pont azokat a kapukat, a tudattalanodban, a problémáid között, amelyeket el kell intézned ahhoz, hogy egészséges légy. De ha a tudat túl gyenge, szétesett, eltorzult és működésképtelen, akkor ezt a folyamatot nem lehet elindítani, mindaddig, amíg meg nem erősödik a küszöbök között, amíg le nem tette a gyógyszert, és nem valósult meg egy átmenet a pszichiátriától a Mindennapi, normális életvitelig, és utána lehet elkezdeni a meditatív, mélyebb tapasztalást. Ez alapszabály. Na most, hogyha leteszi a gyógyszereket, akkor mi van helyette, vagy mit tud esetleg használni? mert annélkül tényleg vagy egyszer nagyon fönt van, vagy egyszer nagyon lent van, szóval... Nézd, van egy olyan átmenet, amikor még gyógyszert szed, de mondjuk már a terápiás folyamat nem pusztán arra alapozódik, szépen lassan csökkentik az adagokat, és a munka, a társkapcsolat, a mindennapi élet átveszi a gyógyításnak a szerepét, mert a tudat már irányba állt, és a lélekben ezek a problémák nem robbannak minden nap. Ehhez viszont egy nagyon komoly műveltséggel, együttérzéssel és bölcsességgel rendelkező orvos vagy orvos csapat kell. Tehát keresni kell, sőt, nem csak keresni kell, fel kell lépni az igényel. Na most mi lenne, hogyha egy olyasféle igényel lépnél föl, hogy az egyik függőségből ne legyen egy másik függőség? Hogy a függőség idéglenes legyen egy olyan úti tervnek a része, hogy ezt a függőséget, amely menedzselhetőbb a korábbi kaotikus betegállapotnál, lépésről lépésre számolják fel. De nem ez történik, és hogyha valaki egy-két évet eltölt ilyen pszichoaktív, antidepresszáns, nyugtató, stb. markában, nagyon nehezen vagy egyáltalán nem tud lejönni róla. Úgyhogy egy olyan úti terv kell, egy olyan pszichiáter vagy orvoscsoport kell, akiknek az a célja, hogy felszámolják a gyógyszerfüggést, és visszaadják az életnek azt az embert, aki sajnos a szélsőségei, a mániákus depressziója, a borderline, az összes Cezaromán, megalomán kisebbségi komplexus, minden, ami a léleknek a megoldatlanságaiból, a hamis azonosulásokból, a belátatlan karmából ilyesmiből adódott össze és állt föl, hogy visszaadják az aktív szellemi gyakorlatnak, a normális mindennapi életnek, csak én ezt az úti tervet nem látom. Igen, ez a baj. És mivel én nincs is. ilyen, meg kell teremtenünk. Uh -huh. Mivel nincs meg, ezzel az igényel föl kell lépnünk. Szerinted hogyan teremthető meg a világbéke, és egyáltalán elérhető-e? Sehogy. Ugye? Igen Sehogy. Seri... A világbéke ezen a Földön nem érhető el. Ne ringassuk illúziókba magunkat. Háborúkat meg tudunk óvni, helyi konfliktusokat gyorsabban fel lehet számolni, de az, hogy a dű és a pusztítás vagy megszűnjön ezen a planétán, az nem lesz. Tehát az az igazi, amikor benned van meg az a béke, hogy már nem akarsz bosszút állni, hogy már nem akarsz győzni, hogy már nem akarsz mások fölött uralkodni, hogy már nem félsz a haláltól, nem félsz más embertől. Ezek mind a békéhez vezethetnek. De az, hogy itt világbéke legyen, az nem lesz. Egyszerűen azért, mert a leszülető lelkek nincsenek abban az állapotban, nincsenek azon a megvilágosodottsági fokon, hogy a kollektív vagy egyéni dühüket, ítéletalkotásukat, pusztításukat, rombolásvágyukat, hatalomvágyukat ne akarnák kiélni. Ezért ezzel mindig szembe kell nézni. Engem ez a, az élet, élet szó, definiálása érdekel lélek felveszi a testet, zsinór elvágódik, akkor van a születés folyamata befejezve. Akkor az individuum létrejön. Első légzés, első sírás, a test és a lélek arra az életre összekapcsolódott. Van látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés, elsőt fizikai érzékszerv, gondolkodás, hatodik, az is érzékszerv, ennek a megkülönböztető funkciója, hetedik, Tárház tudata 8. Tárháztudata lemez, a tárház tudata merevlemez, a hetes, a megkülönböztető az a kontroller, utána van a CPU, az agy, és a különböző portok, képernyő, egérke, tapipad, egyebek. Így áll föl az élet. Amikor a szoftver teljesen lefut, és kicsit előrekszik a hardware, akkor úgy érezzük, hogy nem sokára megyünk és utána a hardware visszamegy a hardware helyére, fődbe, négy elem vagy öt elem, attól függ, milyen bontásban nézed, a szoftver pedig megy föl a felhőbe, ahonnan ismét egy újabb hardvert keres. A zen, a zen nem a szoftvert vagy a hardvert keresgéli, hanem az operátort. Jó? Tehát azt az operátort keresi, amelyik használja a szoftvert és a hardvert. Ez a tudat. Ez az a buddha természet, ami ebben a pillanatban jelen van. Tehát az a feladat, hogy ezt megtisztítsd bármiféle azonosulással, ami a szoftverhez és a hardverhez hamisan kötné. Most uh, tulajdonképpen mindig vannak öreg lelkek is, fiatal lelkek, és akkor a fiatal lelkek a föld, ez egy ilyen tanulópálya? ezt nem idővel mérjük, hanem tapasztalattal, és a tapasztalat belátásával és a helyre rakásával. Tehát itt nagyon sokan szeretnek arról beszélni, hogy hú, te hányszor voltál itt, meg hányszor voltál máshol, meg nem. Ezt mi nem számláljuk, még hogyha számlálhatnánk, akkor sem. Egyébként a tudatban el van rakva az egész. Nem is a számolás, vagy például én, hogyha öreg lélek vagyok, akkor visszatudok a tudatommal menni. Drága valami. lelkem, így késő este megkérhetlek, hogy ne öreg és fiatal lélekbe gondolkodjunk? Azért ne, mert nem célra vezető. Az lenne a jó, hogyha a lélek tudatosságot néznénk meg, hogy mennyire tudatos a saját tapasztalását illetően. Lényegtelen, hányszor és hol inkarnálódott, de milyen minőségű tudatot hozott ki belőle. Az a kérdés. Mennyire megvilágosodott? Mennyire tudatos, mennyire látja át az okot és az okozatot, és ez nem időtényező, ez minőség. Tehát ha ezt a tudatminőséget elértük, akkor megvan, ha nem értük el, akkor nincs. Mindegy, hogy hányszor mentünk körbe. Én azt szeretném megkérdezni tőled, hogy a tanítások szerint hol van a léleknek a helye? Ott. Igen, de a fizikai testen belül. Ott. És azon belül? Szalad a kutya a csont után. Hát én most itt csak a földi szeretnék kérdezni, hogy a, hogy a buddhista alapöt fogadalmat te hogyan mondanád most így el, hogyan érzék, érted? Tartózkodom az élet elvételétől, tartózkodom az önként oda nem adott dolgok elvételétől, tartózkodom a hazugságtól, tartózkodom az elkötelezett kapcsolatok megtörésétől, és tartózkodom bódítószerektől. Ha szeretnéd meggyógyítani magad, és mondjuk egy ilyen gyógyszeres kezelésben is vagy, akkor a bizonyos baktériumokat pusztítod. Azért, hogy te életben maradt Tehát ez ebből bele tartozik, vagy? Persze. Ugyanis ezt ellárom a baktériumoktól is, hogy ne vegyék el az életemet. Uh -huh. De megtennék, ezért megtanítom őket arra, hogy ezt ne tegyék. Tehát te döntesz tudatosan, hogy mi én megoldom őket, hogy? Nem. Én De úgy nem. döntök, hogy beszedem a gyógyszert, amitől egészséges leszek, és utána pedig bocsánatot kérek a baktériumoktól, amiket muszáj ezért egy kicsikét arrébb tenni energetikailag. Ezért van együttérzés mantra minden nap. Az összes érző lénynek baktériumtól egészen a legnagyobb lelkekig. Egyébként a baktériumok fontosak. Tehát azért érdekes, mert az ősleves és a baktériumok között akkora hiátus van, hogy eddig a tudomány ezt nem bírta betölteni. Tehát csak pusztán statisztikai evolúciós tényekkel magyarázni azt, hogy egy baktérium létrejött a Környezetben, az azt megelőző paraméterek alapján, egy tudóst idézve olyan, mintha egy óriási fémroncs telepre bemennénk egy teherautó robbanóanyaggal, azt felrobbantod, és utána egy Boeing 747-es kigördül a kapun. Kb. ennyiben különbözik a baktérium az őt megelőző ugye, intelligencia és egyéb állapotoktól. Úgyhogy vigyázzunk a baktériumokra. Az is fontos, hogy azt az életet, amit tovább viszünk, azt itt befejezzük. És hogyha elkezdtük, akkor fejezzük be. Az egy óriási paradoxon, hogy békét, harmóniát és biztonságot szeretnénk egy olyan bolygón, ahol ez alapból nincs meg. Ez az egyik nagy paradoxon, amivel az emberek meg kell, hogy küzdjenek. Tehát, hogyha elveszel életet, akkor milyen tudatszintűt, miért, milyen körülmények között, és a többi. A régi természeti népek nem vadáztak, csak úgy ukmog fuk. És hogyha totem állatot öltek, akkor kérték a bocsánatát. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy helyesen viszonyuljunk az élethez, mind az adásához és az elvételéhez is. Minél kevesebbet vegyünk el, és minél többet óvjunk. Tehát azzal, hogy itt lélegzünk ebben a térben, Baktériumok százait öljük meg minden másodpercben, mert a tüdődben keletkező oxidációs folyamatok kinyírják őket. Mégis lélegeznünk kell. Nagyon fontos látni azt, hogy ez az élet miről szól. És akkor ezeket a folyamatokat is a helyükre tudjuk tenni. És akkor a másodikkal, hogy ne vegyek el semmit, amit nem önkénten adtak, adtak oda, oda így, így van? Oda, de akkor megint a levegővel mondjuk. Nem vagy hol, hol van itt a határ, mit adtak önkéntesen, mit Tehát nézd meg, hogy hol van birtokviszony. Szerencsére olyan ö, cég még nem született, aki levédette volna az oxigént a Földön. Vigyázzál, még lehet. Igen. Vizet már levédték. Jó. Egy, egy pár országban megengedték, igen. Tehát ö, itt az van, hogy hol állt föl birtokviszony. És hogyha felállt a birtokviszony, akkor milyen áron lehet azt, ugye, vagy megbontani, vagy kiszélesíteni. Uh -huh. Jó. Tehát lehet bontogatni. Há persze, hogy lehet, de közös megegyezéssel. Jó, Mielőtt az összeset végigkérdezed, a zen és mindent a levegővel hihetetlen. Hát az van, hogy a bódítószer arra lennék kíváncsi, hogy túllélegzel abba a kis papírzacskóba. Jó? Tehát a zen nagyon világosan fogalmaz már ismered az öt vagy tíz fogadalmat. Ugye az öt az a világi, a tíz az a novicius. Tudd, hogy mikor nyitottak és mikor zártak. Mikor tartod meg őket, és mikor szeged meg őket. Vigyázz, hová lépsz. A felhők fölfelé szállnak az égbe, a víz pedig a tengerbe folyik. Ha egy kígyó iszik vizet, a víz méregé válik. Ha egy tehén iszik vizet, a vízből tej lesz. Vigyázz, hová lépsz. Megköszönöm mindenkinek a ma esti kitüntető figyelmet, és remélem, hogy még nagyon sokszor oszthatjuk meg a darmát magunk közt ebben a csodálatos térben, együtt gyakorolhatunk, elérjük a felébredést, és megszabadítunk minden lényt a szenvedéstől. Köszönöm szépen!